Vásán vagyunk, Dörögdön, egy csodálatos helyszínen. Gyuri bácsinak a szőlői látszanak itt mögöttünk, és hát valójában, ha körbenézünk, akkor igazából azt kell mondani, hogy klasszikus házunk táján lévő történeteket látjuk, mert ha esetleg a kamera megfigyeli mögöttem, nem csak a szőlőket látjuk, hanem a szőlőkbe megbújva talán azt hiszem rebarbara vagy marharépa, magot hajtó vörös hagymák vannak, és itt pedig paradicsomokat látunk, úgyhogy egy egész kis család van a szőlő körül, ahol vagy az árnyék, vagy a táplálék miatt, vagy a védettség miatt mindent felhasznál a gazda. A mögöttünk látható területet, ugye itt a Balatontól nem messzire vagyunk, ez a Dörögdi medence, ezt az 1700-es években úgy képzeljük el, hogy most jelen pillanatban fehér szőlők vannak, de mindenütt direkt termőszőlők is voltak, Otello is volt, sőt, volt ahol fehér, volt ahol vörös szőlő volt, és egészen az 1700-as évekig Magyarországon, itt a területünkön nem teljesen így volt ám, mint most, hogy elkészítem a fehér szőlőt, elkészítem a vörös szőlőt, mindent felhasználtak. Ebből az következett, hogy a vöröset és a fehéret is összerakták, lehet, hogy ma önök azt mondanák, hogy ez rozé, nem így hívták, minden együtt volt. Tehát Mátyás király udvarában, vagy az udvara körül, igazából a magyar területeken egyféle szőlő volt, egy ilyen sötéteske színezetű. Bár azt mondják a leíratok, hogy Mátyásnál volt külön olyan mosókút, ahol az egyikből a vörösbor, a másikból a fehérbor folyt, de hát ezek igazából történeti anyagok. A háztájra visszatérve, ahogy itt is látunk, az egyszerű falusi ember mindent felhasznál, tiszteletbe tartja a természetet, például mi most a Baksának a déli oldalán vagyunk, tehát itt például almák, barackok, körtefák is itt vannak a kis pincék mellett, minden egyes talp alatti területet kihasználunk. Ezt ugyanígy meg lehet csinálni egy lakótelepen is.